Jó napot kívánok! Hát vannak olyan honlapok, amin felugró reklámok jelennek meg, mint például itt ez is. És hogyha újra töltjük az oldalt, akkor már nem jelenik meg. Ezeket az információkat legfőként úgynevezett cookie-ban vagy sütikben tárolják a böngészők. Ez egy Google Chrome böngésző. Itt a weboldal címe melletti ikonra kell kattintani. Aztán a cookie és webhely adatok megtekintésére, és itt ezzel a kis fekete háromszöggel kinyitogatni a cookie-kat. És itt lesz az egyik cookie, magyarul süti, az, amelyikben azt tárolja ez a honlap, hogy én most már megnéztem azt a reklámot, és nem mutatja meg még egyszer. Hát itt van, hogy ki kell választani, hogy melyik az, mivel ugye a reklámon is ez volt a felirat, ez lehet tudni, ez az, eltávolítás, bezárás, és akkor újra töltjük, és rögtön meg is jelenik. Nézzük meg ugyanezt Firefox böngészőben, ez egy Firefox böngésző, ugye itt megjelent, akkor újra töltöm, és most nem jelenik meg. Itt bárhol, ahol nincs semmi, mondjuk itt nincs semmi az oldalon, egy jobb kattintás, mondjuk itt lehessen látni, jobb kattintás, és oldal adatainak megtekintése, csak ez angolul van. Akkor itt fent a lakatra kell kattintani, itt a View Cookies vagy sütik megtekintése gombra, és akkor itt lehet látni, hogy hány cookie van, hát most csak egy van, és itt a cookie eltávolítása gombbal ezt el lehet törölni, becsuk, újra töltjük, és most megint megjelenik. Hát így kell a sütiket kezelni Google Chrome és Firefox böngészőben. Viszontlátásra!